egész pici volt, amikor megismertem. Megismertem, nagyon megszerettem, pedig ez ritkán történik velem meg. Az igazi gyönyörűség tudnék az volt, hogy én a zenét nem nagyon értem, nem tudok beszélni róla, nem tudok magyarázni, élvezni is ő előtte, csak Mozartot, Bachot tudtam, és mondjuk Kurzweilnek a háromgarasos operáját, vagy a Mahagónit, de nem többet. Na most ő vele nem csak az orgonazenét szerettem meg, hanem megszerettem azt, ami ritkán van az embernek, azt tudnélik, hogy az ember rendkívül boldog és örül az életnek, ha a zenéjét hallgatja. Szóval, hogy egy magasabb szintre viszi az embert. Hogy az ember itt van az életbe, és azt érzi, hogy ez örökké tart, és hogy ez nagyon édes. Pedig az élet nem tart örökké, és nem is nagyon édes. Szóval ez az a fő érzés, amit ma is éreztem többször is, hosszabban is, ahogy a zenét hallgattam, és vagy lecsuktam a szememet, vagy bután bámultam magam elé. Tehát a hang, hogy úgy mondjam, nála a hang én nálam is ugyanaz. Ezért másként van komponálva a hang, de mindenképpen ugyanarról van szó. A zenei hang, ha szabad így mondanom, és ő még abba a szerencsés kategóriába tartozik, akik a szépséget fontosnak tartják, hasonló lelkek vagyunk, ugyanolyan szabály szerint kerülünk, vagy a mennybe mindketten, vagy mindketten a pokolba. Ez lesz a végünk. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm neked, köszönöm nagyon szépen. Kedves voltál. Jó, hogy ezt csináltuk, ezt tetszik neked. Köszönöm.